Jézus Krisztus nem egyedül teljesítette a megváltás művét, hanem kezdettől fogva tanítványokat gyűjtött maga köré, közülük pedig egyeseket apostoloknak nevezett, és külön megbízást adott nekik. Szinte megható az Úrnak ez a szeretete, hogy munkatársakat vesz maga mellé, és gyarló embereknek, mint az ingatag Péter vagy a túlbuzgó János, részt ad saját isteni feladatában. Isten népében azóta is létezik ennek a szolgálatnak három szintje, vagy szentelési fokozata. A szerpapok vagy diakónusok a helyi közösség szolgálatában tevékenykednek. Az áldozópapok szintén egy helyi közösségben hirdetik az evangéliumot, és kiszolgáltatják a szentségeket. Végül a püspök az egyházi rend teljességét kapja meg, és egyházmegyéje élén áll Krisztusnak, a jó pásztornak képviselőjeként. Az egyházi rend tagjainak kiválasztásakor természetszerűleg kiemelten fontos a személyi érettség, a hitbeli alkalmasság és a megfelelő felkészültség. De minden felkészültség és alkalmasság, sőt a sokszor megtapasztalt emberi gyengeség mellett is, a legfontosabb ebben a szentségben, mint ahogy az összes többi szentség esetében is, Jézus bíztató szava: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket.